Kelencsér Ferenc a Momentum volt elnök frakcióvezetője, jelenleg parlamenti képviselője. Üdvözlöm Önöket! Itt a fővárosi nyomozó ügyészség előtt volt most egy tüntetés. Alapvetően nagyon békésen, problémamentesen zajlott le Donát Anna kapcsán, aki ugye bent tartózkodott az épületben, mivel az ügyészségre behívták. Ezzel szemben azonban néhány nappal ezelőtt a Magyar Rádió legendás épületegyüttesének megmentéséért tartott tömegtüntetésen azonban kifejezetten incidens is történt egyenesen a parlamenti képviselő úrral. Ki tudná fejteni részletesen, hogy mi történt pontosan a Magyar Rádiónál azzal a bizonyos kamionnal, vagy teherkocsival és a képviselőkkel? Részben azért két kérdés hangzott el, de akkor sorban mondtam alapvetően békés tüntetéseket szól szervezni. Egyébként a Magyar Rádió épületének megmentésére szóló demonstráció is annak indult. Nem miattunk lett ez később egy kevésbé békés demonstráció. Reggel hétre érkeztünk a Magyar Rádió épületéhez. A civilek kerestek meg minket, hogy szükségük van arra, hogy a politikus képviselje magát, ugyanis le akarja bontani a Magyar Rádió épületek együttesét. Annak a rádiónak az épület együttesét, ami alapvetően a magyar történelmek egy, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos historikus eleme. Azért akár 56-ra gondolunk, akár 2006-ra. Reggel hétre érkeztünk, momentumosok, egy pár civil, helyi képviselők, helyi alpolgármesterek. Az első gépkocsi az nagyjából 7-4-8 körül érkezett meg, ő látta, hogy ott vagyunk. Intett nekünk, hogy nyilvánvalóan nem fog áthajtani rajtunk, és sorfalat álltunk, és tovább is hajtott. Ez követően azonban nagyjából 7-8 magasságából megérkezett egy csörlős autó, amely látta, hogy ott vagyunk előtte nagyjából egy 15-20 ember sorfalként, és fede szándékunk volt egyfajta polgári engedetlenség módszerében megakadályozni azt, hogy a bontás megkezdődjön. Ennek ellenére sajnos nem állt meg ez a csörös autó. Egy darabig mi hátráltunk, pontosan azért, hogy ne zavarjuk a forgalmat, hiszen a célunk nem az, hogy a forgalmat akadályozzuk, hanem az, hogy a bontás ne történjen meg. Alapvetően már bejebb mentünk, hogy az autó elhagyja az utcát és a járdát. Azonban ennek ellenére sem állt meg. Itt aztán sajnos kitört mondanám azt, hogy részben a pánik mind a kettő félről. Egy szűkületbe kerültünk, ahol mi nem nagyon tudtunk kimenni egyik irányba se. Az, hogy a sofőr miért döntött úgy, hogy nem áll meg, ez számomra talány. Én itt is szeretném jelezni, nagyon fontos, hogy a Momentumnak és nekünk semmivel nincs a sofőrrel. Történet van egyébként tragédia, azt tegyük hozzá, hogyha a lába a kuplungról lecsúszik, akkor bármi megtörtént volna. De szeretném itt is jelezni, hogy a Momentumnak és a Momentum politikusainak ezzel a sofőrrel semmi problémája nincs, ezt elmondtuk a rendőröknek is. Azzal van problémánk, hogy a magyar kormány folyamatosan erőből akar átvinni mindent, és most is ezt teszik. Nem egyeztettek a helyi lakókkal, nem egyeztettek az önkormányzattal. Vannak olyan lakosok, akiknek az otthonaiknak közös támfala van ezekkel az épületekkel, nincsenek statikai felmérések, bontási engedélyt megtámadták a bíróságon, a bírósági ítélet még ebben a kérdésben nincsen, és ennek ellenére kezdték volna elbontani a Magyar Rádió épületét, tehát történt, ami történt itt. Ön a parlamenti mandátum felvétel előtt az első kerületben volt képviselő és alpolgármester. A mostani választáson az a koalíció, amelynek ön is részese volt, ugye elbukta az első kerületi választást. Milyen tanulságokat vonhat le a párt ebből, illetve lehetett látni például a fővárosi választáson és az EP választáson egyaránt, hogy a korábbi összefogásból igyekszik magát a Momentum emancipálni, igyekszik az összegyurcsányozódásból, amit ugye az ellenzéki összefogásra szoktak ugye jelzőként mondani, megtisztítani magát. Ugyanakkor a fővárosból, ha csak néhány szavazattal is, de a küszöb alatt maradtak, és a fővárosi önkormányzatból kikerült így a párt. Hogyan látja a
Momentum helyzetét Budapesten, hogy kikerült az önkormányzatból, miközben Terézvárosban sikerrel megvédte a polgármesteri címét, és Zuglóban is nyert egy másik ellenzéki párttól egy polgármesteri címet a párt, tehát meglehetősen ambivalens a kép. Megint több kérdés hangzott el. Egyrészt az első kerület, másrészt a főváros, harmadrészt a Momentumnak a budapesti jövője, megpróbálom sorba menni, kezdjük az első kerülettel. Az első kerületben egy hatpárti koalíció nyerte meg a választást 2019-ben, és azért azt látni kell, hogy egy hatpárti koalíciót egybe tartani, melyben vannak konzervatívak, liberálisok, zöldek, szocialisták, és a politikai paletta széles skáláján dolgoznak együtt képviselők, akikben nagyjából annyi a közös, hogy valami jobban szeretnének vezetni egy kerületet, mint ahogyan azt megtette korábban a Fidesz, és azon túl, hogy egy helyen élnek, nem mindig van ezen túl sok közös pont. Én 2 éven keresztül még alpolgármester voltam, rendkívül sok időt és energiát fektettem abba, hogy ez a 6 különböző párt megtalálja a közös hangot. Ez elképesztő apró munka, ha úgy tetszik, érdekegyeztetés, és azt láttam, hogy amikor én elköszöntem ettől a testülettől, akkor sajnos ez a politikai egyeztetés megszűnt. És az a kényes egyensúly, ami korábban egybetartotta ezt a hatpárti koalíciót, ez sajnos felborult. Nem gondolom, hogy nekem tisztelene megnevezni azt, hogy ez kinek a hibája. Amikor én elköszöntem a testülettől, azért még maradtak az rajtam kívül 90, akik ezt átvállalhatták volna. Sajnos ezt a munkát megspórolták, ennek láttuk az eredménye szépen lassan az elmúlt 2 évben, ahogy a 2 korábbi jobbikos, majd polgári válaszos képviselő kvázi otthagyta a testületet, a korábbi közös munkát. De belegondolok, akkor már tavaly évben volt olyan önkormányzati ülés, ahol a 15 fő, akkor még 15 fős képviselőtestületből 14-1 arányban szavaztak a polgármesterre szemben. Tehát nem csak a Fidesz és a KDNP, hanem a saját párbeszédes pártársa is, mindenki polgármesterre szemben szavazott. Én azt gondolom, hogy a politika sokszor a kompromisszumok művészete. Talán egy olyan esetben, amikor 6 pártnak kell együtt dolgoznia, teszem hozzá, én nagyon fontosnak és egy jó dolognak tartom a koalíciós kormányzást, hiszen pont az a gond ebben az országban, az is a gond, hogy nincsen koalíciós kényszer ebben az országban 14 éve kegyhatalmon eldöntenek valamit, és azt mindenféle társadalmi egyeztetést és vita nélkül keresztül gondolják. Ez eszemben egy koalíciós kormányzás arra kényszeríti a feleket, hogy megpróbáljanak megállapodni, valamiféle kompromisszumot kötni. Azt látjuk, hogy sajnos ez a kompromisszum ez az esetben felbomlott. Én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly előzménye annak, hogy végül a 24-es választás úgy alakult, ahogyan. Ennek ellenére én még próbáltam a 24-es választásokat megelőzni, nyugodtan összehozni a korábbi koalíciót, mind a LMP-vel, mind a Momentummal, mind a Magyar Szocialista Párttal, mind a Republikus Koalíció és a Párbeszéddel, azonban sajnos polgármester azt mondja, hogy a potenciális koalícióból az LMP-nek kiadta az útját, és ez már alapból egy olyan törés volt, ami később megpecsételte ennek a választásnak a sorsát. Attól, hogy valaki ellenzéki politikus vagy polgármester, attól nem lesz eredendően jó politikus. Ezt sajnos ki kell mondani, ezt fel kell ismerni. Én óriási hibának gondolom azt, amikor a különböző pártok már csak azért védik dacból a saját politikusaikat, mert ellenzékiek, tudni kell objektívnek maradni, nem mindenki való erre a pályára. Volt még további kérdése is, talán a főváros kapcsán. Igen, a főváros kapcsán ugye nagyon-nagyon kevés szavazaton múlott az, hogy a Momentum bennmaradjon a főváros testületben. Én ezt nagyon bánom, hiszen alapvetően a Momentum mindig is erős volt Budapesten, egyébként most is az első kerületben a Momentum több voksot kapott, mint a Párbeszéd MSZP-DK közös lista, tehát azt gondolom, hogy még mindig egy erősebb bázisunk. Annyi megfontolása, hogy most egy nagyon nehéz fővárosi közgyűlési időszak következik a következő időszakban, hiszen nincsen többsége senkinek. Azt látjuk, hogy az új erő, az új berobbanó erő, ami mögött nagyon komoly társadalmi támogatottság van, valójában még nem derült ki, hogy igazából mit szeretne, mit akarna, milyen Budapest politikát lát, milyen Budapest politikát adanak jónak és elképzelhetőnek. Azt látjuk, hogy jelenleg egy ígéret érkezik, hogy majd ő rendszert vált, de szakpolitikai szinten nem tudjuk, hogy ez az ígéret, ez tulajdonképpen mit akar. Hallani politikai pletykákat azzal kapcsolatban, hogy adott esetben
ez a fővárosi közgyűlés összeülés omlana, ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy jelenleg senkinek nem érdeke, pláne nem a Fidesznek és a Tiszának nem érdeke az, hogy a fővárosi közgyűlés összeomoljon. Valamifajta megegyezési kényszer mindenképpen lesz a fővárosban, de nem tartanám kizártnak azt, hogy a 26-os országgyűlési választásokat követően akkor ősszel esetleg úgy döntsön a Fidesz és ott esetben egyéb csatolmányai, hogy megmutassák a főpolgármestert. Kiszorulva a pártvezetésből, mik a tervei a jövőre, illetve hogyan készül a Momentum, mint párt, és ön személy szerint a következő parlamenti választásra milyen ügyeket kíván addig vinni? Ugyebár formális pozíciót már nem töltök be a pártvezetésében, ennek ellenére felkelt a mostani elnökség, vagy az elnökség mellett egy állandó tanácsadó. Mondok a 20 hónapnak a tapasztalatát, amíg én elnök voltam, azt szeretném becsatornázni. Jelenleg alapvetően gazdasági és zöld kérdésekkel foglalkozok. Most éppen a Tisza folyó szennyezettségét kutatom, és ezt elmondok egy megoldást találni. Ugye ezt biztosan sokat tudják a nézők közül is, hogy csak a Tiszatóban nagyjából 320 tonnányi szemét van. Ennek 40%-a Ukrajnából érkezik, 40%-a Romániából, nagyjából a maradék az fele-fele arányban Magyarország és Szlovákia irányából. De nem csak műanyag palackok és kommunális szemét, hanem nehéz fémek, elképesztően is, hogy nehéz fém érkezik a Maros, a Máramaros vidéki bányákból, míg ugye a Kárpátaljáról pedig a látható szemét. A Tiszából található halak például annyira mérgezőek, annyira telített a húsuk nehéz fémekkel, Kanadában azok nem ehetőek, mérgezőek, minősülnek. Ezzel kapcsolatban adtam be egy előterjesztés a Magyar Országgyűlésnek, bízom benne, hogy a honlatják érzékelik azt, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, ez egy össznemzeti kérdés, azon, hogy vannak közös ügyeink mindenkivel, és a magyar hazai vizek kiváltképpen a Tisza folyó kérdése az olyan ügy, ami nem lehet pártpolitikai terület. Én nagyon bízom abban, hogy adott esetben az agrárminiszterrel, vagy bármilyen fideszes képviselővel ebben a kérdésben tudunk egyfajta megegyezéssel, megállapodásra jutni, meg kell mentsük a hazai vizeinket. Két év után megint egy elképesztő asszályos időszak van, kiszáradnak a halastavaik, kiszáradnak a víztározóink, leeresztik, amik még megmaradt, azot is a pátkára gondolok. Úgyhogy én most alapvetően gazdasági és zöld kérdésekkel foglalkozok. Ami 26-ot illeti, én azt gondolom, hogy bár sokszor elmondják a politikusok, én most nagyon komolyan azt látom, hogy ilyen közelben soha nem voltunk ahhoz, hogy itt kormányváltás legyen. Viszont de a kormányváltás önmagában nem elég, de rendszerváltás kell, és ez önmagában nem fog tudni sikerülni semmelyik politikai erőnek egyedül. És azt látjuk, hogy a Tisza párt az nagyjából egy ilyen 8-9%-os hátránnyal van a Fidesz mögött, az állampárt mögött. Ha viszont a Magyar Péter komolyan gondolja azt, hogy 26-ban kormányt akar váltani, akkor egész egyszerűen muszáj lesz egyfajta együttműködés, egyfajta kooperációra törekednie azokkal a politikai erőkkel, amik még nem lettek, hogy mondjam, elhasználva, hogy a társadalmi támogatottság nem fogok meg. Ugye korábban kérdezte azt talán két kérdésre ezelőtt, hogy a Momentum viszonya Gyurcsány Ferenccel, azért az nagyon fontos itt hagyni, hogy mi 2019-ben fogtuk össze először az ellenzékkel az önkormányzati választások miatt. Ez egy választói igény volt, elképesztő választói nyomás volt rajtunk, hogy ha mi valóban komolyan szeretnénk az önkormányzati váltást, akkor nekünk össze kell fogni azokkal, akikkel nem biztos, hogy egyetértünk. És most 2026-ban én Magyar Péter kapcsán ugyanezt látom.